Jó estét kívánok! Köszöntöm a Balaton Televízió minden kedves nézőjét, közéleti kávéhez című műsorunkat látják. Ma esti vendégünk, Lakatos Antal, a Kinizsi Banknak meghatározó tulajdonosa. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok én is önnek, is, és a nézőknek is. Azt hiszem, hogy egy olyan világot élünk, ahol most a bankok, meg a, az összes pénzügyi szervezet nagyon előtérbe van, és uralják a híreket, gondolom ön is így látja. Igen, sok minden tekintetben forg a világ a bankok és a pénzintézetek, és hát a különböző broker cégek környékén ma igencsak azt lehet mondani, hogy sűrű napokat élünk meg és élnek meg. De ezek jó részt alapvetőleg sajnos, ami manapság a broker botrányokhoz kapcsolódik. Én azt azért nem tekinteném, az egy, ez egy állandó ügyletnek, vagy a pénzintézetekhez kapcsolódónak, hiszen az egy büntető ügy, én ezt teljes mértékkel szétválasztanám. Az, hogy a bankok tekintetében nagyon sok minden előkerült, az részben a kormányzati törekvés, és részben kormányzati kommunikációnak is köszönhető. Hiszen az egyik ilyen témakör manapság a deviza hiteleknek a kiváltása. Mi magunk egyébként, Kinizsbanként gyakorlatilag nem most, hanem gyakorlatilag közel tíz évvel ezelőtt is, amikor reneszánszát élte gyakorlatilag a deviza hiteleknek a fölvétele és a devizában való eladósodás, mi már akkor is elmondtuk és felhívtuk a figyelmet, hogy bizony-bizony az olcsó kamat mögött gyakorlatilag egy deviza átfolyami kockázat is fönt áll. Ezért mi magunk, hála Istennek, ezen a területen kevésbé vagyunk érzékenyek manapság. Ha a portfóliunkat, az állományunkat megvizsgáljuk, akkor 90%-ban forint kihelyezéseink, és mindösszesen 10%-kal vagyunk érintve a devizában. Ezért manapság ez a, az átváltás ennek a terhe, az gyakorlatilag bennünket uh, szinte alig érint mondhatni. Mit kell tudni a Kinizsi Bankról? Tehát mekkora fiók hálózattal, mekkora tőkeállományjal rendelkeznek? A Kinizsi Bank hagyományosan gyakorlatilag egy régió pénzintézet. Tehát nem vagyunk összekeverhetőek egy multinacionális bankkal, vagy akár egy országos nagy bankkal sem. De soha nem is törekedtünk arra, hogy gyakorlatilag azzal összemérhetőek legyünk. Mi itt Veszprém megyében a Balaton felvidéknek a bankja vagyunk, hiszen onnan is indultunk el, ott vannak a fiókjaink, 16 fiókunk van, és Fehérvár, Budapest tengely. Tehát mondhatni Balatonfelvidék, Fehérvár és Budapest tengely az a mi működési körzetünk. Természetesen ügyféllel, ügyfeleink számtalan az ország más területéről is vannak, hiszen ma már az elektronikus banki szolgáltatás nyújtása és igénybevétele az a földrajzi távolságokat áthidalja. Tehát ilyen értelemben mondhatni ügyfél kapcsolatunk az ország minden pontjára van, de valóban fiók hálózatunk az Veszprém megye és Székesfehérvár Budapest tengelyében tevékenykedik. Ha jól tudom, ennek a regionális azért a, a kezdetekben keresendő a gyökere. Ez így van. Ez valóban így van, hiszen gyakorlatilag mi hagyományosan egy egészen picike kis takarék indultunk el. 1958-ban, tehát nagyon-nagyon régen, nem soká 60 éve lesz ennek, gyakorlatilag amikor az őseink megalapították Nagyvázsonyban. Tehát igazából véve az, hogy ma hívnak bennünket, ez a gyökereinket is mutatja, hiszen nagy alapítottak meg a, egy akkori kis takarik szövetkezetként. Hosszú időn keresztül gyakorlatilag Nagyvázsony és abban a körzetében tevékenykedtünk. És hát számtalan, hogyha a kedves nézők is úgy számba veszik, nagyon sok szövetkezetnek a nevében van egy kis település és vidéke hozzárakva. Így voltunk mi is egyébként, tehát Nagyvázsony és vidéke szövetkezet, hiszen gyakorlatilag, a 60-as, 70-es években, tehát az indulás utáni években gyakorlatilag egy, a piac az felosztott volt. Gyakorlatilag még a vidéken, a kisebb településeken takarik szövetkezetek, tevékenykedhettek, a nagyvárosokban vagy városokban nagyobb településeken pedig Len az akkori OTP tevékenykedett. És hát a rendszerváltás, a gazdasági rendszerváltás a kétszintű bankrendszer megjelenését követően indult el és fejlődött ki a mai magyar bankhálózat. És hát ugye a gyakorlatilag a rendszerváltás és a piacnyitás után megjelentek nem csak immáron a magyar bankok, hanem gyakorlatilag a multinacionális nemzeti bankok is. Mi pedig lenn, ebben a folyamatban gyakorlatilag egy nagyon dinamikus növekedést értünk el. Különösen a 80-as 90-es években egy volt olyan év, ahol szinte exponenciális növekedést tudhattunk azt szoktam mondani, hogy ahogy annak idején nagyon sokan kis és közép vállalkozásból egészen picikek is egy satupad mellő, vagy egy garázsból indították el a vállalkozásukat, és nőttek már a komoly vállalkozássá vagy nagy vállalkozássá. Így voltunk mi is, velük együtt ügyfeleinkkel szorosan növekedve, gyakorlatilag értünk el a mai nagyságrendünket, több mint 30 milliárdos mérlegfőszeggel, közel 4 milliárdos tőkével. Tehát azt jelenti, hogy igazából éve ma egy nagyon komoly potenciális szerepünk van ügyfél tekintetében, ügyfélbázis tekintetében, és tőkerőben is egyaránt. És hát volt egy nagyon fontos dátumunk 2007-ben, immáron közel 8 évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag az országban először egyedüliként történelmet írva ezáltal fölhagytunk a takarék szerkezeti tevékenységi Kört ugyan folytatva, de tevékeny, a formát, a, a jogi formát, a szövetkezeti formát fölhagyva, átalakultunk kereskedelmi banká, és így lett a nevünk. Bármint a névben már utaltam rá, a gyökereinket messze nem megtagadva, hiszen továbbra is nagyon erős kötődéseink vannak azok a, a hagyományos területeinkhez. Így alakult ki a Kinizs Bank Imáron részvénytársasági formában, és teljesen új kereskedelmi banki jogosítványal és tevékenységgel. Mi indokolta ezt a döntést, tehát mi indította el azt a folyamatot, hogy szövetkezetből banká alakuljanak gyakorlatilag elsőként? Gyakorlatilag a fejlődésünk mint említettem, azokban az években különösen nagyon intenzív fejlődésen mentünk át, hiszen egyrészt az ügyfeleink, és nagyon sokan csatlakoztak is, hiszen nagyon sok új területen tevékenységi körben, de több új fiókot is nyitottunk. Ez megkövetelte azt, hogy gyakorlatilag immáron, ha szabad kimondanom, hogy a szövetkezethez képest a takari, hagyományos takarék szövetkezeti tevékenységhez és engedélyezési feltételrendszerhez, újabb feltételeket, újabb tevékenységeket kívántunk végezni, és ehhez a banki licencre mindenképpen szükségünk volt. Ez természetesen gyakorlatilag tőke növekedést is kellett, hogy jelentsen, hiszen még egy takarik 250 millió forinttal lehet mamát alapítani, akkoriban még kevesebbel. Egy részvénytársaság, tehát egy kereskedelmi banki tevékenység végző bankot pedig len minimum két milliárdos tőkével kell létrehozni. Hiszen a tőke szükséglet és a tőke adja azt a kockázatviselési képességet és lehetőséget, amivel az ügyfeleinket bizalmi elv alapján ki tudjuk szolgálni, nem csak gyakorlatilag a hitelezés, hanem a betétgyűjtés területén egyaránt. Az elmúlt két évben elég sokat voltak a szövetkezetek napirenden. Volt egy kormányzati törekvés, hogy ezeket a szövetkezeteket összevonja, beolvassa. Különféle híreket lehetett a sajtóban olvasni, és sokan mondták azt, hogy gyakorlatilag az állam einstandolta a szövetkezeteket, és hogy egy állami bank létrehozása van ennek a hátterében. Önök hogyan érték meg ezt az időszakot, illetve mennyiben érintette önöket? Amikor ezek a törekvések plegyka szinten először megjelentek, akkor láttuk, hogy a kormányzatnak van egy ilyen szándéka, hogy a Tokarik szövetkezeti szektort igazából éve több elv alapján, az egyik elv a biztonság, a másik a tulajdonosi kötődés erősítése, és sok minden egyéb elhangzott ezen a területen. Igazából íve azt vettük észre, hogy ez semmi másról nem szól alapvetőleg, mint sem gyakorlatilag a szektort, a takarékszövetkezetek sokaságát. Ez egyébként több mint száz takarékszövetkezetről beszélünk országszerte, hiszen mindenhol, minden megyében megtalálhatóak legalább 67 ilyen takarékszövetkezeti. Szövetkezeti pénzintézetek ezt a rendszert a takarékbank alá akarja besöpörni. Ezért mi magunk nem is foglalkoztunk ezzel a témakörrel, hiszen gyakorlatilag mi már részvénytársasági formában ugyanazokkal a jogosítványokkal, mint bármelyik multinacionális bank vagy nagyobb magyar bank rendelkezik. És számunkra is meglepő volt, az, hogy alapvetőleg ez három pénzintézetet, immáron részvénytársasági formában működő részvénytársaságot, így a Kinizsi Bankot is érintette gyakorlatilag. Ez, ez meglepő, és hát ez meg végképp azt mutatta, és mutatja ma is, hogy ez messze nem a tulajdonosi érdekről, messze nem arról szól, hiszen az indokok mellett többek között az is elhangzott, hogy gyakorlatilag itt egy magyar pénzintézeti rendszert akarnak létrehozni. Hát meg kell, hogy kérdezzem gyakorlatilag, és ugye el kell előtte mondanom, hogy a, a mi pénzintézetünk, bankunk, az kezdetektől fogva, mint ahogy említettem, kezdetektől fogva magyar magánszemélyek tulajdonába állt, és jelenleg is. Tehát 100%-os magyar magánszemélyek a tulajdonosai a bankunknak, ettől magyarabb, nagyobb százalékot nem lehet elképzelni. Tehát tényleg sajnos arról van szó, hogy ez egy, ez egy kormányzati döntés, egy kormányzati szándék az alapján alapvetőleg itt az a fajta jó működő rendszernek a megszerzése, irányítása akár önös látható és kevésbé látható érdekek mentén való működtetése a cél. Az önök életében, amikor megjelent ez a, a történet, ezt hogyan élték meg, vagy hogyan befolyásolta aztán a működést? Ketté kell választani. Itt nagyon határozottan ketté kell választani a napi működést és a tulajdonosi kötődést. Hiszen a napi működés tekintetében érdemlegesen gyakorlatilag különösen a kezdeti szakaszban gyakorlatilag nem érződött változás, hiszen az irányítás és sok minden tekintetében egy új helyzet ugyan előállt, de, de a működésünk tekintetében nem volt alapvetőleg érdemi nagy változás. A biztonsági kockázatunk és sok minden tekintetében ez nem jelentett. Hiszen mi eddig is, eddig a pillanatig is, mint ahogy említettem, egy nagyon erős, tőkével eh, rendelkezünk. Tehát nem véletlen az, hogy gyakorlatilag, amikor arról volt szó, hogy esetleges a gyengébek tekintetében tőkebevonásra van szükség, nekünk nem kellett, hiszen eh, jelenleg is eh, nem, hogy eh, a törvényben kötelezőleg előírt minimum tőkével ez ugye a betét biztonságra és egyebekre vonatkozik, hanem annak eh, eh, akár a kétszeresével is rendelkeztünk és rendelkezünk. Tehát ezen az ágon, ezen az ágon, ugye a változás ugyan nem történt. Bár azt azért hozzá kell tennem, személy szerint gyakorlatilag én hoztam egy igen határozott döntést, hiszen tulajdonosként elnök vezégazgatója voltam a társaságnak addig a pillanatig. De gyakorlatilag akkor azt mondtam, hogy na most akkor az akkori menedzsmentnek adom át a staféta botot. Tehát ilyen értelemben volt a vezetésben egy váltás, de az egy, az egy önkéntes történet, tehát az én személyes döntésemnek a következménye. Míg a másik ágon a tulajdonosi kötődés, hiszen gyakorlatilag jó magam, egyik, nem egyik, a legnagyobb tulajdonosa is vagyok, meghatározó tulajdonosa vagyok a pénzintézetnek, így ezt a jogi folyamatot jogászi szemmel és tulajdonosi akarattal igazából éve szemléljük, és hát már a, oda eljutottunk, hogy gyakorlatilag több pert is el kellett indítanunk, hogy gyakorlatilag a, az érdekérvényesítésünk, a tulajdonosi érdekérvényesítésünk létrejöjjön, meg legyen. Hiszen bár, mint beszélgetésünkben már elhangzott, hogy gyakorlatilag a magyar pénzintézeti rendszer erősítéséről van szó képletesen, mi azok vagyunk, tehát ezért ez biztosan, hogy nem igaz, és gyakorlatilag a, azt is ki kell, hogy sajnos jelentsem, hogy a tulajdonosi kötődésünket, ezt határozottan gátolják ebben a folyamatban. A napi tevékenységet és ezt a tulajdonosi jogi, mondhatni küzdelmet, vagy jogi csatát, ezt külön kell választani, és mi magunk is. Hiszen számunkra tulajdonosnak továbbra is a egyik legfontosabb törekvése alapvetőleg a az, hogy a bankunk továbbra is, ahogy ezt tette az előbb említett közel 60 éven keresztül, ugyanolyan biztonsággal működjön. Hiszen egy bank egy, egy szolgáltatást, egy pénzintézeti szolgáltatást az a bizalmi elvre építi, hogy ön bejön és elhiszi és tudja, hogy mi biztonságosan jól működünk, ezért kell nyitott könyvvel élnünk, ezért vizsgálják át, vizsgáltatjuk mi magunk is a mérlegünket és sok egyebet. Pont azért, hogy amit az ön az elején kérdezett, hogy bizony itt ilyen broker és egyéb botrányok tekintetében nehogy felvetődjenek és hát én magam is elítélem, hogyha ha ilyen irányba megyünk el, vagy menne el, vagy megy el egy pénzintézeti társaság, de akármilyen más társaság is. Tehát alapvetőleg a mi továbbra is nagyon határozottan tudjuk mondani, hogy ezen az ágon ez egy, biztos stabil lábakon tőkeerősen tevékenykedünk. Míg a másik ágon a tulajdonosi perek a magyar állammal szemben is ezek folytatódnak. És ezeket külön kell ugyan kezelni, és ezt a hétköznapokban is nagyon pontosan így éljük meg. Pontosan mi a per tárgya, ami zajlik a magyar állammal? Gyakorlatilag azt kell látni és tudni, hogy egy tulajdonosi korlátozás élet, vagy lépett életbe. Miről van szó? Gyakorlatilag arról van szó, ezt akár egy egyszerű kis, bármilyen más vállalkozási formára is levetíthetem, hogy jön egy törvény, mely szerint gyakorlatilag az állam önkényesen azt mondja, hogy holnaptól bár Maradhatsz láthatólag tulajdonosnak, de egyébként nincs beleszólásod, vagy nagyon csökkentett beleszólásod van a társaság irányításában. Te dolgozzál, élj ott. Ja, egyébként majd én megmondom, hogy hogy. Egyébként a felelősség a tied, de sok minden tekintetében, döntésben nincs jogköröd. Tehát egy ilyen fele, abszolút felemás helyzet alakult ki. Erre csak egy példát hagyd mondjak, hogy tulajdonosaink régiben körülbelül egy fél évvel ezelőtt egy új felügyelőbizottsági elnököt választottunk, és mai napig nincs, mert gyakorlatilag a takarékban nem járult még hozzá. Tehát egy ilyen, ilyen igazából véve azt lehet mondani, hogy a tulajdonosi akaratjaink és döntéseinknek a kisemmizése történt meg. Na és ez ellen emeltünk jogi értelemben szót, gyakorlatilag kezdtünk peres eljárásokat, hogy azt az alapszabályt, amit ránk kényszerítettek, hogy az törvényese vagy sem, az gyakorlatilag megfelelte az akkori magyar jogszabályoknak, vagy sem. Erről szól gyakorlatilag a magyarországi perek, és hát mivel gyakorlatilag, bár most már, hiszen tavaly egy új PTK lépett életbe, és ez az új polgári törvénykönyv lehetőséget ad arra is, hogy az állammal szemben föllépjünk törvénykezésben elkövetett, törvénytelenség és károkozás kapcsán, gyakorlatilag ez ügyben is pert indítsunk. Bár ez, mivel ez tavaly, tehát 2014-ben lépett életben, és maga ez a törvény, amiről itt beszélünk, ez 2013, tehát egy évvel ezel, azelőtt történt meg, akkor még erre nem volt jogi lehetőség, ezért csak egy választásunk maradt, hogy gyakorlatilag az Európai Uniós Bírósághoz is forduljunk, gyakorlatilag a jogilag elszenvedett tulajdonosi érdek sérelem kapcsán, annak a kártérítése kapcsán. Erről szólnak gyakorlatilag ma a perek. Azért kíváncsi volnék, hogy egy Európai Unióban egy ilyen beadott perre, ami az uniónak egyik alapelve a magántulajdonnak a, a védelme és egyfajta tiszteletben tartása, hogy egy jó működő pénzintézetben mit keres az állam, mint, mint korlátozó tényező, ezt szerintem ők nem is nagyon értik. Hát igen, bár most már pontosan látják és értik, hiszen mint ahogy azt említettem is, hogy alapvetőleg ez itt egy, egy önrendelkezésnek, tényleg egy tulajdonosi kötődésnek gyakorlatilag a megkérdőjelezése és egy állami szerep beavatkozásáról szól. Így ezzel az elvel bármilyen más vállalkozásban is ugyanez lehet akár, ezt csak úgy megjegyzem az önök társaságában, vagy de bárki, tehát bármilyen szektorban, és volt is rá példa, hiszen gyakorlatilag alapvetően a dohánykereskedelem, vagy nem mondok egyéb, azt hiszem a nézők is megérték ezeket a példákat, amikor egyik percről a másikra, látszólagos, vagy önös, vagy kevésbé önös érdekek alapján gyakorlatilag egy új ö, piacfelosztást ö, valósított meg a magyar állam ö, törvénykezéssel. Én is azt gondolom, hogy ö, hogy gyakorlatilag az elmúlt 25 év, hiszen éppen mostantájt emlékezünk meg a rendszerváltás 25 éves évfordulójáról, szerintem pont ezt az alapelvet hozta a magántulajdonnak a sérthetetlenségét. És hát, tessék, 25 év úgy tűnik, hogy a magántulajdon sérthetetlensége azért nem is olyan szentség. Én azt gondolom, hogy ezért ezért kell. Ez egy meg fogjuk látni alapvetőleg, hogy ebben az Európai Unió is bíróságán keresztül milyen álláspontot fog képviselni én az, abba bízok, hogy a döntésben egy pozitív lesz az irányunkba, és az a fajta uniós és magyar érdeki elv, amit én magam is gyakorlatilag hosszú évtizedek óta, neveltetésem óta, hiszen én egy, egy erősen vallásos egyházi gimnáziumból indítatott jobboldali érzelmű ember vagyok, egy, egy görög katolikus vallás hétköznapi szinten való megélésével, és mindig is a, a jobboldali elvekehez, és ebben a magánérdeknek a, 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 a léte és erősítése az mindig is együtt járt. Ezért vagyok kíváncsi az érintettségemen túl természetesen arra, hogy mi lesz ennek a jogi befejezése. Egy folyamatban lévő perről nem szerencsés találgatni, hogy mi lesz a kimenetele, viszont azért az látható, hogy az elmúlt időszakban az állam ellen indított pereknél, a nyert is a pert indító fél, aztán a magyar állam úgy igazította a történetet, hogy, hogy még se kelljen megfelelnie vagy helytállnia abban a vesztes perben, hanem utólag mindig csavartak egyet a történeten. Nem félő, hogy most is ez lesz? Én azt gondolom, hogy mindig és mindenre van lehetőség. Igen, sajnos, eh, ahogy visszatekintünk, alapvetőleg eh, nem elég eh, ahhoz, hogy a, eh, bár nem háborúzunk, de eh, csatákat vívunk, tehát nem elég kisebbeket megnyerni, a legfőbbet is meg kell, hogy eh, nyerjük. Eh, van rá lehetősége, különösen akkor, amikor ilyen nagy arányban tud szavazni a parlament eh, alapvetőleg bár eh, éppen pont, bár én ugye Veszprémi vagyok, és éppen Veszprémben volt nem egy választás, bár politikával eh, manapság is banki ágon meg pláne nem foglalkozunk, de pont ott eh, Veszprém városában fordult meg az, hogy gyakorlatilag eh, az emberek azt mondták, hogy nem biztos, hogy szerencsés a kétharmad, de eh, alapvetőleg ezen a részével nem akarok foglalkozni. Inkább azzal, hogy gyakorlatilag én nagyon bízom benne, hogy az Európai Uniós döntéseket, elveket még kormányzati szinten is lehetőség szerint tisztelik. Hát bízunk benne, hogy, hogy egy az európai normáknak megfelelő döntés fog születni, és akkor ezt nagyon finoman és árnyaltan fogalmaztam meg. Egy másik dolog, ami még érdekelne az, hogy az elején utaltál le, hogy elég zavarosak most a történések a pénzvilágban. Nem okoz-e ez zavart a bizalom területén? És hogy ez önöknél lecsapódik-e valamilyen szinten? Mert én, én napi ö, folyamatban, napi szinten érzékelem azt, hogy az emberek elbizonytalanodtak, hogy akkor hova tehetem a pénzemet. Hogyan tudom azt, azt jól kamatoztatni? Sokan most ugye egy életbefektetését veszítették el, és van egyfajta nagyon erőteljes bizalomvesztés, és többektől hallom, hogy a kormánynak azért ezt erősítenie kéne, hogy az emberek ne veszítsék el a, a bizalmokat, és hogy, hogy e felé kellene kommunikálni ehhez képest. Ott sem érzem azt az átütő lendületet, hogy. Hogy kiállnának a, a történet mögött. Tehát nagyon nagy a fejetlenség. Tehát még egyszer összeflegezve a történetet, hogy ez önöknél lecsapódik-e, érzékelik-e, és hogy mit tudnak ezzel kezdeni? Azt gondolom, hogy mindenhol érződik. Így nálunk is kell, hogy ez érződjön, és érződik is. Hiszen nemrégiben nagyobb pénzintézet ellen is sajnos volt plegyka, hogy bizony-bizony megrendült. Egyet határozottan ki kell, hogy jelentsünk. Egyrészt gyakorlatilag alapvetően a Kinizsibank új tőkében és jövedelmezőségben, és a hétköznapok területén is továbbra is nagyon stabilan gazdálkodik. Mint ahogy említettem, a két ügy nem kapcsolódik össze. De azért a hétköznapok területén természetesen az a fajta hírek, amiket lát alapvetőleg és olvas, különösen ma a virtuális világban kapjuk a híreket, azonnal szinte. Gyakorlatilag azt érzik és érezzük, hogy bizony ezek a hírek befolyásoló tényezők valóban. Hála Istennek az ügyfeleink nagy többsége nagyon jól ismert bennünket, mi is őket. És ezért van egyfajta személyes bizalom is egymás iránt. De azt is ki kell, hogy jelentsük, azon túl, hogy jól működünk, hogy ezek a sajnos nem kis nagyságú csalások, bűncselekmények, amik gyakorlatilag ma a broker cégeknél napvilágot látott, ezek egyedi esetek. Ezek alapvetőleg, pont alapvetőleg az a fajta belső mechanizmus, és hát az ellenőrzés hiánya. És hát az ellenőrzés hiánya okozta azt, hogy ez létrejöhetett. Meg kell, hogy mondjam, bennünket egyébként a felügyelet, a bankfelügyelet, és hát pont itt ez a törvény is a tavalyi évben egy erős átvilágításon keresztül kellett a törvény kapcsán is esnünk. És gyakorlatilag ez az átvilágítás is megerősítette azt, amit én már említettem, hogy nem, hogy gyakorlatilag gyengék lennénk tőkében, hanem gyakorlatilag a szabályzói tőkének akár a kétszerese is. Tehát bőven plusz tőkével is rendelkezünk ezekre az esetekre. És hát azért e, még egy dolgot hagyd mondjam el, hogy gyakorlatilag mi egy klasszikus pénzintézetként, Gyakorlatilag a hitel és a betét arányunk, és átlagban mindig a, a hitel kihelyezésekkel van a nagy e, kockázat, mi olyan, e, öt, tehát a, a betétjeinkhez képest, hogy értse a kedves néző is, 100 forint e, betétből mi gyakorlatilag mindösszesen 50 forint e, hitelt e, adunk ki, a másik 50 e, forintot gyakorlatilag egy nagyon biztos állami Letétekbe, értékpapírokba és egyebekbe képezzük meg. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt globálban mondom a pénzintézeti rendszerre, hogy ezek a mai folyamatok, én nagyon bízom benne, hogy ez egy elszigetelt és egy egyedi bűncselekmények másik oldalról eh, pedig nem szabad, hogy megkérdőjelezzük, meg nem is tudjuk megkérdőjelezni a pénzintézeti rendszernek a stabilitását, de ezen belül eh, én kiemelem a Kinizsi Banknak eh, a biztonságát, eh, hiszen gyakorlatilag eh, ezen a téren csak is eh, eh, bármifajta ellenőrzés is, a pozitív megállapítás sokaságát láthattuk, érezzük. Nekem, meg tulajdonosnak persze gyakorlatilag az, hogy folyik egy per, de ettől függetlenül ugyanolyan érdekem, hogy gyakorlatilag ez a pénzintézet egy nagyon jól működő legyen, hiszen ez adja az értéket, mint ahogy önnek is a saját és másoknak is a saját gazdasági vállalkozásának a sikere, adja igazából véve a legnagyobb e, napi szintű e, működési biztonságot. Tehát a kettőt nem is szabad, hogy összekeverjük. Még ezetül egy magán kérdés. E, említette, hogy saját döntése alapján leköszönt az elnök vezérigazgatói pozícióról. Ez tudom, hogy szinte lehetetlen fejben átállni, hogy egy új menedzsmentnek átadni azt, ami, amit az ember hosszú éveken keresztül csinált, és benn volt a napi förgésben, ez sikerült teletenni vagy, vagy még mindig pörög a verkli? Igen, én sok negatívat mondtam a törvényel kapcsolatban a személyes álláspontom szerint, de azért egy pozitívat mégis okozott az életemben, hiszen előtte is tettem már ilyen elhatározásokat, hogy megállok és átadom a, a saját magunk menedzsmentjének a napi szintű irányítást. Ezért a hétköznapokban való kevésbé vagy más jellegű teher azért az sok lehetőséget adott számomra. Ez pozitív dolog. Az, hogy ez alapvetőleg mint említettem, nem a napi pénzintézeti tevékenysége, hanem a tulajdonosi stratégiai döntésekkel kell foglalkoznak. Ez meg egy új jellegű feladat volt. Úgyhogy ha azt kérdezi, hogy kevesebbet dolgozok e azt mondom, hogy igazából éve nem, csak más jellegű tevékenységem van, egy más jellegű hétköznapokat élek meg. Az biztos, hogy nem csak a hétköznapoknak a pénzintézeti problémájával, hanem akár uniós és egyéb más területen tevékenykedek. Nehéz ezt elmondani, vagy kimondani, hogy az ember mikor és hogyan dönt helyesen, az élet később biztosan megmutatja. Azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt 30 évenben is, igazából éve mindig is, E, jó döntéseket tudtam hozni, és hát ezt mutatta például e, e, pont a kormányzat által adományozott e, kitüntetés is. E, a, a magyar érdemrend lova keresztjét pont a, a vezetői tevékenységem okán kaptam meg. E, a döntéseimnek a a minősítéshez igazából véve. Én nagyon bízom benne, hogy mindig jó és megalapozott döntést tudok hozni. Ahhoz, hogy ezt valóban megtegyem, ahhoz egy nagyon fontos dolognak kell lennie, hogy olyan kollégákkal, társakkal vegyem körbe magamat, akikkel szakmailag és emberileg is tudok támaszkodni, és azt gondolom, hogy környezetemben én mindig is erre igyekeztem alapozni, és most is ez megvan számomra a kollégák és a társaim tekintetében. Úgyhogy ebből a szempontból én ma úgy látom, hogy jó döntést hoztam. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és tényleg őszintén kívánom, hogy a további munkájában is sikeres legyen, és a Kinizsi Bank az továbbra is élvezze az ügyfeleknek a bizalmát. Én is nagyon szépen köszönöm. Nézőknek is köszönöm a figyelmet, kérem maradjanak további műsorainkkal, viszont látásra jó éjszakát kívánok!